Tisztelt ünneplők, köszöntöm Önöket a karcagi csapatzászló jelképes hazatérésének és szentelésének ünnepén. Külön tisztelettel köszöntöm dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, dr. Tollák Tibor tűzoltó vezérőrnagyot, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatóját. Köszöntöm Kovács Sándort, a Jászlik-Moszkvarnok megyei közgyűlés elnökét. Köszöntöm Karcag polgármesterét, Dobos László urat, előjáróimat, kollégáimat és az itt megjelent kedves karcagi ünneplőket, köztük a Kovács Mihály Huszárbandérium tagjait. Egyúttal felkérem dr. Tollár Tibor tűzoltó vezérőrnagy urat, hogy az ünnep alkalmából szóljon az itt megjelentekhez. Jelképesen adja át az összetartozást és a csapatszellemet jelképező zászlót. Kösse fel azt a szalagot, amely a szoros kapcsolat és a megbecsülés jelképe. Tisztelt Hölgyek és Urak! Csak bot és vászon, de nem csak bot és vászon, hanem zászló fogalmaz nemes egyszerűséggel Kosztolányi a zászló című versében. Igen, a zászló ennél mindig többet jelent. Már évezredekkel ezelőtt is az összetartozás a csapatszellem jelképe. A közösség összetartó erejének szimbóluma színeivel, ábráival eszmélységet, elhivatottságot fejez ki. A zászlóhoz való hűség jelenti a lojalitást, a végsőkig való kitartást, az eszme melletti elkötelezettséget, a szervezethez tartozás kifejezését. A zászló alatt a közösség minden egyes tagja elszánt és elhivatott, akkor az erők nem összeadódnak, hanem megsokszorozódnak, egymást erősítik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A tűzoltóságoknak évszázadok óta az volt a célja, hogy megőrizzék egyes települések, egyes közösségek biztonságát. Erejük tetteikben és az összefogásban rejlett. Áldoztak érte időt, energiát, erőt és pénzt. Legtöbb közösség jelképet és választott címet, zászlót és jelmozdatot. Jelszavaink, jelképeink, melyeket zászlónkra, épületeinkre tűzünk, melyeket ruhánkon viselünk, kifejezik céljainkat, árulkodnak rólunk, és tiszteletet ébresztenek. Éppen úgy, mint ez a hazatérő zászló. Az egykor aktív karcagi önkéntes tűzoltó testület az első világháború végén csak nyomokban létezett. Ennek újjászervezését Szabó Ágoston asztalos mester kezdeményezte 1924-ben, a tűzoltásban jártas és képzett iparos fél év alatt 45 aktív tagot toborzott, 33 sisakkal és 16-17 tűzoltóbaltával kezdték meg a munkát. Innen fejlődött komoly erővé az egyesület, mely 10 éves fennállásának ünnepén szentelte fel a tűzoltó csapat zászlót 1934. szeptemberében. Ezt a lobogót a Katasztrófa Védelem Központi Múzeuma őrzi, ami azért is nagyon érdekes, sőt majd hogy nem különleges, mert 1945 után az ideiglenes kormány első rendeletével megszüntette a testületeket, vagyontárgyaikat a községekre hagyták, míg az erekék, így a zászlók is gazdátlanok maradtak. Néhány múltat tisztelő hagyományokat őrző polgár jó esetben parancsnok megőrizte az emlékeket. Ebből az időből ezért csak néhány maradt meg az utókornak. Ez a zászló nem csak karcag, hanem a nemzet vagyona és közös kincsünk. Kedves vendégeim, adózzunk tisztelettel az elődeinknek, becsüljük meg az örökséget és ápoljuk a hagyományokat. Engedjék meg, hogy azzal a mondattal zárjam beszédemet, amit elődeink erre a zászlóra hímeztek. Istennek dicsőség, egymásnak segítség. Köszönöm meg tisztelet igen. Zászlónak tisztelek! Zászlót megőrzésre átköszönöm. Zászló, jöjj hozzám! Maradj! Zászlót őrzésre átköszönöm. Zászlót megőrzésre átköszönöm.
Felkérem főigazgató urat, kösse fel a szalagot, egyúttal elmondom, hogy a szalagtűzésnek, a szalagkötésnek is évszázados hagyománya van Magyarországon és a világban mindenütt. Azok az emberek, azok a támogatók, azok az előjárók kötnek szalagot, akik támogatásukról, elhivatottságukról, szimpátiájukról biztosítják az Egyesületet, jelen esetben a kirendeltséget és a tűzoltóságot. A mai rendezvényünkön is többen fognak szalagot kötni, hogy ezt az elhivatottságot és támogatást jelképesen ezzel fejezzék ki. Köszönjük szépen! Felkérem dr. Fazekas Sándor miniszter urat, hogy ünnepi beszédével is tegye emlékezetessé ezt a ceremóniát, és ő is kösse fel a csapatzászlóra azt a szalagot, amely lokál patriotizmusát és támogatását jelképezi. Szeretettel köszöntök mindenkit ezekben a megható pillanatokban, amikor egy igazi karcagi érték, egy emlék, dédapáinknak a keze munkája visszakerül ide a városba. Ez jelképezi, ez a csapatzászló, azt a szellemet, amely a magyar tűzoltókat, függetlenül attól, hogy önkéntesek vagy hivatásosak, átadotta az elmúlt évtizedekben, jelképezi azt, hogy a szellemiség, az áldozatkészség, az odafigyelés, a gondosság, az önfeláldozás az mai napig ható érték. Én nagyon örülök annak, hogy a belügyminisztériumnak, Pintér Sándor miniszter úrnak köszönhetően és sok önzetlen segítő munkájának eredményeként újra itt van az a zászló, amely a Trianon utáni időszak magyar talpraállását is jelképezheti. Amikor egy világégés után sikerült összefogni egyesületeket, szervezeteket, egyleteket alapítani, és olyan közösséget teremteni, amelynek az elejéből mai napig táplálkozik ez a város, hiszen a 20-as, 30-as évek egy élénk időszak volt, mind a mezőgazdaságban, mind a társadalmi életben, és ez látható azokon az épületeken is, amelyek akkor készültek, elég a Dérényi Kultúrpalotára gondolni. A tűzoltóság is akkor kezdte bontogatni a szárnyait, és én örülök annak, hogy mai napig van mindennek folytatása. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én kívánom azt, hogy ez a zászló csak úgy, mint annak idején a mostani tűzoltók számára is lendületet, erőt, kitartást adjon. Kívánom azt, hogy ezen értékkel gazdagabbnak érezze magát valamennyi karcagi polgár. A zászló hazatért itt a helye közöttünk. Szívből gratulálok azoknak, akik kezdeményezték ezt, hogy most részesei lehessünk ennek a pillanatnak, és bízom benne, hogy lesz bennük kitartás más hasonló, fontos dolgnak a véghezviteléhez is. Köszönöm szépen! Miniszter úr, köszönjük szépen! Szép hagyomány az is, hogy minden zászló, zászlóanyával bír. Ez azt jelenti, legalábbis a hagyomány szerint, hogy egy-egy közösség előjárának a felesége, vagy valamelyik nagyhatalmú úr felesége, valaki, aki ugyancsak jótékonykodik a szervezettel, a szívén viseli a sorsát, elvállalja a zászlóanyai teendőket. Hagyománya ennek is van Karcagon. Felkérem Kovácsné Kerekes Katalint, aki most zászlóanyai minőségében van jelen, hogy ünnepségünkön kösse föl ő is a szalagot a csapatzászlóra. Köszönöm szépen. Azt írattam ugyanerre a szalagra is, mint az előző zászló szalagjára. Tűzben látszik meg mi arany, vízben ki bátor, és vízben a karcagi tűzoltók bátorsága aranyat ér. Oltalmazzon benneteket a zászló, amikor felsüvít a sziréna, mindig fohászkodom a Jóistenhez, hogy vigyázzon rátok, épségben érjetek vissza a családotokhoz, mert mindenkit hazavárnak. Köszönöm szépen! Polgármester úr is igazán szívén viseli a karcagi katasztrófa védelmi kirendeltség sorsát, több fórumon is szót emel az érdekeik mellett. Felkérem polgármester urat, hogy ékesítse egy szalag alatt csapatzászlót.
Köszönjük szépen. Akit már elhangzott a karcagi tűzoltóságot, 1924-ben egy iparos, asztalos ember, Szabó Ágoston szervezte újjá. A krónikák meg is jegyzik, hogy annak ellenére, hogy a legnagyobb veszélyben a nagy földek, a mezőgazdasági termelők voltak, mégis a kézművesek, az iparosok tartották fontosnak, hogy tűzoltóságot szervezzenek, és a tűzoltókat munkára, védelemre bírják és biztassák. E hagyomány szép folytatásaként felkérem Varga Nándort, a Karcagi Ipari Park ügyvezető igazgatóját, és dr. Székely István urat, az Infogroup tulajdonos képviselőjét, hogy támogatásuk jelképéül kössék fel a szalagot a zászlóra. Tisztelt jelenlévők, a Karcagi Ipari Park tulajdonosai, dolgozói és betelepült vállalkozói nevében azt kívánjuk, hogy ne kelljen kijönni hozzánk, csak gyakorlatozni, és ugyanígy Karcag város összes vállalkozását csak ilyen formában látogassák. Jó erőt, egészséget kívánok! Most pedig felkérem Lévai Kálmán tűzoltó ezredes urat, a Karcagi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség vezetőjét, hogy tartsa meg köszönő beszédét. Tisztelt vezérőr nagy úr, miniszter úr, helyettes államtitkár asszony úr, elnök úr, zászlóanyánk, polgármester úr és minden kedves megjelent, aki eljött hívószavunkra, és a mai nap itt van velünk. Köszönjük! Köszönöm bajtársaim nevében, és azt hiszem, hogy nyugdíjas bajtársaim nevében is, és azoknak a bajtársaknak nevében, akik már nem lehetnek köztünk, akik valamikor 1924-ben, aztán 34-ben is itt tűzoltók voltak Karcagon. Köszönöm szépen, hogy részese lehetek ennek a pillanatnak, és hát igazán megható volt mindaz, amit hallottam, miközben a szalagokat fölkötötték a zászlóra. Én azt hiszem, hogy méltón megőrizzük ezt a zászlót. És mivel nem szeretnék sokat beszélni, és nehezemre is esik ilyen pillanatban, inkább szóljon helyettem Vörös József Tüzet viszek című verse. Óvjatok igaz szavak, jó hitek, mikor gyermekkorom fölé görnyedek. Óvjatok meg, vigyázzatok, elesni ne engedjetek. Mély kun, kútarcú szemek, melyek mélyén évezredek örvénylenek. Tartsatok jó úton, elbitangolni ne engedjetek. Hogy az úton tovább érjek, amelyen ti mentetek. Viszem a lobogó hitet, tüzet tovább, mert hit nélkül, cél nélkül elveszünk. Elveszek. Viszek lobogó hitet, tüzet, amíg lehet, ahogy lehet. Magyarként másképp nem élhetek. Köszönöm szépen. És van körünkben egy hajdan volt tűzoltó bajtársunk, aki a Karcagi Tűzoltó Történeti Kiállító Terem anyagát saját gyűjteményével gazdagította, és ezúton szeretném neki megköszönni egy oklevél átadásával. Kérném ide a mikrofonhoz Benke Dunát urat. Kedves Dunát, köszönöm a támogatásodat, és örülök, hogy itt vagy közöttünk. Láthatod, hogy milyen városnak, milyen bajtársaknak, milyen népnek a kívánunk a gyűjteményeket. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen! Kedves vendégeink, egy rövid ünnepi műsorral tesszük emlékezetessé ezt a mai napot. Felkérem a Nagykun Honvéd bandát, hogy kezdje meg a műsort. Thank you.
mindig van abban valami felszabadító, hogyha fúvosok muzsikának. Megkérem Kovács Gergőt, a Karcagi Általános Iskola Központ Kovács Mihály tagiskolájának tanulóját Móra Ferenc versének szavalására. Kovács Gergő, Móra Ferenc a Tűzoltó gyermek imája című művét adja elő. Édes jó Istenünk, éjszakán leszállott, szárnya alá fogta az egész világot. Alszik a napocska, alszik a szelecske, az eresz alatt ficserélő fecske. Alszik a sarokban a nátparipa is, lemújt a szemeit a bodorbaba is. Alszik meseország, alszik falu, város, szerte szét az álom pillangója szálos. Falunak, városnak pihentető álmát, csak apukánk viraszt csendes őrszobáján. Barázdás homlokát tenyerébe hajtja, gondolatban a mi orcánkat simogatja. Jaj, de hogy riad fel, ha harang gondol, hogyha tűzmuskát itt látni a toronyból? Jaj, hogy kell sietnie, mindent elfeledni, a halál szérűjén áldott harcra kell. Édes jó Istenünk, világvirasztója, a mi apukánknak légy oltalmazója. Tolvaj szikráskákat mind kioltogassad, alvó szelek szárnyát lekötözve tartsad. Hogy a tűzmuskát itt ne nyisson, hogy apukánkat reggel ölelhessük itthon.